Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ma ismét itt van velem dr. Fodor Réka, az Afrika Alapítványnak az igazgatója. Köszönöm szépen, hogy a sok minden után ismét itt vagy velünk, és azt gondolom, nagyon sok mindent fogsz most mesélni nekünk. Mivel kezdenéd, amióta nem voltál itt, talán kétszer és háromszor is voltál már Afrikában? Hát először is én is köszöntöm a nézőket, mert hogy már hiányoztatok. És valóban én tavaly májusban voltam, aztán sokáig nem, mert ugye a helyettesen meghalt Covid-ba, és nem tudtam lehelyettesítetni saját magamat, és nekem egészen most januári kellett várnom, hogy újra kimehessek, de azóta már egyszer hazajöttem, és még egyszer, így aztán ebbe az évben most bepótoltam azt, amit tavaly nem sikerült. Hát rég találkoztunk valóban az eseményekhez képest. Amikor tavaly hazajöttem, akkor gyakorlatilag ugye belebonyolultunk az újabb, ki tudja, hanyadik járványhullámba, és ugye az idős kollégák közül sokan meghaltak, a fiatalok közül sokan ki vannak már eleve külföldön, és a középkorú orvosokra elég sok hárult, és nagyon sokan egyébként kiségtek, sokan föladták, sokan esetleg úgy gondolták, hogy majd egyszer, tehát igazából nem volt egyszerű a tavalyi év. És most idén született meg, hál' Istennek, a lehetőség arra, hogy visszamehessünk. Most életemben először voltam Csókai Andrással együtt, de hát ez nagyon érdekes volt. Igazán azért nem szoktunk egyszerre menni, mert mind a ketten túl sokak vagyunk egyedül is, de a lényeg azért sem, mert hogy ő igazából a műtőben van, én meg csak ott nem. Aha. És így szegény atyákat, meg az egész személyzetet, meg rengeteg embert így duplán kell foglalkoztatni, de félretéve a viccet, amúgy jó volt. Az volt, hogy kimentünk, én kimentem előtte 3 héttel egyedül, hogy legalább csináljak is valamit, amíg meg nem jön a stáb. És aztán ki volt a kuríros két munkatárs, és ugye a fotóriporter, illetve az újságíró, akik már évek óta ugye velünk voltak. És hát az Andrással is érdekes volt, hogy együtt alszunk már, hogy egy fedél felett, mert ugye ő reggel 4-kor kelt, meg én is. Nem tudtunk aludni. Akkor volt időnk, mire beszélgettünk 4-től 6-ig, 6-tól mi se, így aztán utána ő ment a műtőbe, meg a terepre. De egy fantasztikus misszió volt, a végére megjöttek a Hungary Health-es munkatársak is, akik ugye arról érdemes tudni, hogy azért nagyon sok minden történt. Többek között a tavalyi évben egy 1 millió dolláros projektet kezdtünk el, úgy, hogy a Hungary Health adta az érsekatyáéknak a pénzt, hogy azt a nővérképzőt, amit mi már évek óta Afrikaként támogatunk, és 22 ösztöndíjasunk van, abból csinált érsekatya először is egy 400 fős nemzetközi standardnek megfelelő főiskolát, de ehhez ugye 100 gyereknek kéne per év ott lenni, 4 éven keresztül, az 400 fő. Na most ismervén a közbiztonságot, meg egyáltalán az egész nigéri helyzetet, ezt nem lehet csak bentlakásossá megcsinálni. Tehát 400 fiatalnak ott kell aludnia. Uh-huh. Ehhez egy 400 fős, 6 emeletes hostelt kell megcsinálni, és ez azért egy nagy beruházás. És ez mind azért kell, hogy ne kelljen mindenkinek idejönni tanulni tovább ahhoz, hogy nemzetközileg elismert diplomát kapjon magas tudással, hanem tényleg ezt oda tudjuk vinni, hiszen a legnagyobb ötlet az, hogy ne csak hálót adjál, hanem, vagy ne csak halat adj, hanem hálót. És így akkor ők nem csak helyi munkaerőt adsz, mert ugye ez 400 és hát 100 fő per év, tehát összesen 400-en vannak egyszerre, hanem ők képzett ápolóként tudnak majd rengeteg 100 000 embernek segíteni az egészségükes életmódba, az egészséghez való visszatérésbe. Így aztán ez a projekt most így elég nagy média visszhangot is kapott, de közben azért én napi 200 beteget elláttam, még azért dolgot csináltunk, közben András ugye megoperált pár agyad, úgyhogy több szálon ment a munka. Igen. És ahogy beszéltél az előbb, arra szeretnék visszakérdezni, hogy ez a hostel, vagy amit elkezdtetek építeni itt a nővéreknek, ezekről már láttunk képeket? Tehát ezek azok az épületek, amikről mi már az előző műsoraidban láttunk valamilyen fotót, vagy videót, vagy ez teljesen más munka? Oké, akkor megpróbálom
részletesen elmesélni. Ugye mi évek óta járunk a Szent Borromeo kórházba az Andrással. Ez egy hatalmas terület, tehát ott nagy-nagy lendek vannak, tehát ott nem úgy képzeld el, hogy olyan négyzetméter árak vannak, hogy egy stúdióba beszorulsz, aztán azt tudod, miből fizetett ki, tehát ott föld az van. Tehát ennek a kórháznak a területén vannak marhák, vannak tyúkok, tehát ez minden van. Vannak focipályák, tehát elképesztő, viszont az egész le van zárva vassal, meg ilyen hatalmas vasajtóval, meg biztonságiakkal, ezért mi például, amikor ott volt a lezárás, fél évre kirekedtem, akkor, mikor a legsúlyosabb kijárási tilalom volt, én akkor is úgy nem éreztem annyira bezárva magam, hogy most a fél panel azt az egy kutyát sétáltottam, hanem én viszonylag azért elmentem ide-oda, és mindig a kórházban voltam. Tehát ott nem attól van szegénység, mert nincs föld. Na és erre akarok visszajukadni, hogy maga a kórház területén van a mi szállásunk is, amit nevezünk most guest house-nak. Aztán ott van a paplak is, ott van az új épület, ott van a régi, és ott van az eddigi nővérképző is, amiből talán már láttatok képeket. Igen. Addig 180 diák tanult ott, és hát most is. Ez egy 3 éves képzés, ezt úgy lehet elképzelni leginkább, mint mondjuk egy kicsit kibővített UK-jé. Tehát ez nem a főiskola, most már kezdem érteni, hanem... Ez egy főiskola lett, csak eddig a nővérképzőt nem mondhattam főiskolának, mert nem adott nemzetközi diplomát, hanem csak mondjuk úgy, hogy egy ilyen érettségi után egy ilyen 3 éves valami, tehát ápolónő lettél, de nem ilyen diplomás ápoló. Most az a különbség, hogy 4 éves lesz, akkor ugye 100 gyerekkel eleve több tanulhatott per év, másfelől pedig ugye a 4 év után ő bekerülnek egy akkora kalapba, hogy mint például a Trinity-nél most megszívtuk, mert ő hiába végezte ezt a sulit az Afrika Alapítvány segítségével, ő most a Szegedi Egyetemen újra kell kezdze, mintha most érettségizett volna, mert ez nem nemzetközi végzettséget ad. Tehát ahhoz, hogy univerzálisan elismerjék, ahhoz ugye ugyanazokat a nemzetközi sztenderdeket kell felépíteni. Tehát 4 éves, és utána például adhat masterdiplomát, hogyha elmész ide PhD-t vagy valami. Tehát ebbe az a nagy szám, hogy nem kellett Lilitinek majd idejönnie Szegedre, és megcsinálni ezt a 4 évet, majd utána PhD-zni, hanem ezt a nemzetközi szintű tudást, ezt ki tudjuk vinni oda a helybe, ahova kell. Tehát nem csak a migráció ellen hat, hanem egyrészt én mindig abba hiszek, hogy például ez a nép, főleg ebbe a közösségbe, ahol én járok, az András is ezt mondja mindig, nagyon okosak, nagyon szorgalmasak, tehát nekik nem ez a gondjuk, hogy lusták, de ha nincs pénz, nem tud tanulni. Na most azért a 600 dollár éves tandíj még mindig kevesebb, mint mondjuk itt 1 millió forint per fél évre. És ugye ugyanazt a tudást meg tudják szerezni akkor, hogyha nemzetközileg mi tényleg tudunk olyan tanárokat is adni, vagy ők kiképezni, amelyen ezt elér teljesen katya. Tehát magyarul van most egy, épületnek a terve, ami nemzetközi, és ott a tudás is, ami nemzetközi. Tehát ezek a gyerekek, akik majd ezt elvégzik, ezek tudnak utána PhD-zni, bármit csinálni, és tanítani. És ugye aztán így közvetlenül, vagy közvetve, több százer embernek az egészségét pozitív módon befolyásolni. Mondok egy példát, erről még sose beszéltem, de például, amikor nincs kint az András, mármint a Csókai, akkor mondjuk, ha valakinek agytumora van, akkor A, meghal, B, elmegy Kalkuttába, amit meglepőz, mert ugye Teréz anyáról azt hiszed, hogy Kalkuttánál már nincs szegényebb, de igen, mert Kalkuttába járnak a gazdag nigériaiak agyműtétre, vagy bármilyen olyan ellátásra, amit nem tudnak megszerezni ott, mert nincs mondjuk műtő, vagy nincs mondjuk szakértelem. Vagy mondjuk egy rákos betegnek a műtétje. Ez több millió. Na most azok az emberek, akik ugye pont nincs akkora mázdiuk, hogy az András ki van, és pont nem halnak meg, és pont gazdagok, azoknak ilyen turizmus van, hogy el kell menniük Indiába. Mert az még mindig sokkal fejlettebb, mint Nigéria. Na most ez, hogyha adsz minél több helyi tudást, akkor ezzel is tudsz nekik segíteni. Hogy nem csak az 1-2%-nak jut ez, akinek tényleg van annyi pénz, amit még mi se tudunk elképzelni. Nagyon nagyok a különbséget, tehát egy gazdagot sokkal gazdagabb, mint te vagy én. És a szegények viszont rengetegen vannak, akik tényleg napi egy dollárból élnek. És akkor igazából az a középosztály, amit mi annak nevezünk, az így nincs. És ezért tudnánk minél nagyobb rétegnek
elérhető ellátást nyújtani, mert nincsen ingyen TB, tehát nincs olyan társadalombiztosítási rendszer, mint nekünk. Tehát akkor elindult ez a projekt igazából, megvannak a tervek, nem tudom pontosan, már hol áll. Második épület, még második emelet magasan járnak, tehát én most 2 havonta járok, és most már betonozzák a fölémet a második emeletnek. Aha. És akkor hány emeletes lesz? 6. 6? Óriási. Hát akkor magyarul ti ebbe belefektettek. Hol áll ez a projekt most, mert hogy azért a háború beköszöntött? Hát ez most a szomorú kérdésed, igen. Őszinte leszek, én meg voltam döbbenve, sokszor sírtam, és most legutóbb, amikor kint voltam, mert ez volt mondjuk februárban, amiről meséltem, és most voltam kint áprilisban is. És a 2 hónap alatt, ugye kitört a háború, és én azt gondoltam, hogy 7500 kilométer az messze van, de nincs messze ez. Most már olyan globalizált egy család az életünk, hogy egyszerűen nem tudod azt, hogy bedobsz egy követ a tengerbe, akkor annak a hullámja, hogy elérne bárhova. És a leges, legtörékenyebb gazdaságokat szinte tönkre roncsolja ez az egész. Mondok egy példát, most helyi pénzbe, de átszámítva, egy ilyen zsák cement az 300-ba került februárba, most pedig 700-ba. Ezt, ha kiszámolod, több mint 100%-os drágulás. Vagy mondjuk ott egy példa, mert ugye ez egy építőanyag, ott egy példa, a kórház, ugye, alig van áram, napi egy, vagy maximum 2 órát van ilyen national, akármilyen áramszolgáltatás, viszont mint kórház, hogy műtsél, hogy inzulinokat tároljál, azért kell áram. És mi hiába építettünk napelemet, és hiába tudod bedugni a telefonodat, de egy CT-t nem tudsz napelemről működtetni, vagy egy labort, vagy mondjuk akár egy hűtőt. És mondjuk hogy tárolsz egy inzulint? Vagy hogy tárolsz egyáltalán bármit, vagy hogy indítod be a CT-t? Uh-huh. Ehhez generátort használnak, ami dízellel megy, és ugyanúgy 100%-os áremelkedés volt az üzemanyagban, mint mondjuk Európában. Tehát ott sincs ilyen rezicsökkentési stratégia. Tehát az ember szíve hasad meg, hogyha egy olyan törékeny gazdaságban töri be ez a hatás, ahol mondjuk egy átlag kereset legyen 20 000 forint egy hónapban. A rizs. Láttatok most talán a Facebookon is volt ilyen rizsosztás. Na most gondolj bele, hogy amikor volt a lezárás 2020-ban, akkor nem azért volt 25 kilós egy zsák rizs, mert én olyan erős voltam, hanem mert az a normál zsáknak az adagja. És most talán láttátok, ha ügyesen néztétek, hogy most olyan filigránok az acskók, most 10 kilósok. Most képzeld el, hogy az a rizs, ami a 25 kilós zsák volt, és került mondjuk legyen 7500-8000 forintba, abból most 10 kilós zsák volt 6000 forint. Azért osztottunk 10 kilós zsákot, nem azért, mert fájt a hátam, vagy lumbágom volt, hanem azért, mert nem volt annyi pénz. Ó, Istenem. És akkor inkább adtunk 10 kilót több embernek, mint mondjuk kevesebbet, 20, tehát 25 kilót. Képzeld el, itt tartunk. 700 forintba kerül átszámítva a rizs. Mikor jöttél haza? Most hát legutoljára? Most legutoljára május közepén, most megyek majd vissza június 24-ére szól a jegyem, és 2 hónap leforgása alatt egyszerűen elképesztő károkat okozott. Annyira érzékelhető volt ez a óriási változás. De beszéltem akkor misszionáriusok Ugandába, Kongóba. Az egész földrészen hasonló a helyzet, sőt valószínűleg a többi földrészen is, ami igazából az üzenet, hogyha még minket is így megvisel, mert azért ugye én is elmegyek vásárolni, akkor azért látom, hogy mennyibe kerül, okay. És hol a vége. De képzeld azt, amikor mondjuk te 20 000 forintod van egy hónapra, és ugyanezt éled meg, és te neked azt gondolod, hogy semmi közöd Ukrajnához, mert te 7500 kilométerre vagy, és követ, és ott a Boko Haram, és ott van egy korrupció, ott a Muszlim probléma, ott van még egy csomó minden más probléma, és azt gondolod, hogy neked az már bőven elég probléma. Erre bejön egy 7500 kilométeres valami, ami viszont mindent átír. Tehát akkor már láttál is éhezni embereket? Há, hogyne. Ez borzalmas. Hogyne. Amikor most ott kint voltam áprilisban, akkor ugye elmentünk megint Ifiteogváriba, ami 60 kilométerre van Onicsától, ami a mi főhadiszállásunk.
Bazilatyára már sokat meséltünk, meg ismered te is. Bazilatya, ugye, itt is, igen. Az érseknek az alkancellárja, nekem nagy tesó. És ugye elmentünk Ifitébe mindig, mert ott van az az Afrika House, ami egyébként azért house, mert azért az, hogy kórház, azért az egy kicsit nagy bunkóság lenne így nevezni, de mindegy, az álom megvan. Na mindegy, szóval elmentünk oda is, mert azért ott is van napi 200 beteg, és ott volt a rizsosztás, mert ott már éhezés van, tehát ott már nem az van, mint egy nagyvárosban, az már falu, noha 800 ezer fős. És ugye jöttek olyan WhatsApp üzenetek vissza, hogy az a rizsosztás volt az év egyik legjobb napja, mert hogy ez egy nagy hír volt, képzeld el, hogy az Afrika osztott rizst. És ez a tehetetlenség, amit ilyenkor érez az ember, ezt hogy lehet lelkileg ott helyben túlélni? Hát úgy, hogy van egy izunna, meg egy bazilátja, szó, figyelj, ezek ők kapartak most össze. Tehát amikor ott visítva sírsz éjszaka egyedül, az nagyon ar. Tehát most bocsánat elnézést, de hogy nem egy jó érzés. Főleg azért, mert hogy pont ugye nem az jut eszedbe, ahogy a Teréz anya mondta, hogy cseppebből áll a tenger, meg stb. Hanem azt érzed, hogy semmi értelme az egésznek, amit évek óta beleraktál. Tehát ez a legnagyobb kísértés egyébként, de létező kísértés, és érdemes is erről beszélni, mert én nem azt mondom, hogy tökéletes vagyok, és nekem ez megy. Nem, én most beletörtem egy picit. És ugye pontosan azért, mert egyébként nem, mintha én meg tudnám egyedül oldani bármekkora problémát is, csak eddig nem érzékeltem azért, mert csak csináltam, ami a dolgom, és nem néztem körül. De most, mivel azt éreztem, hogy ez szinte semmi, amit én adok, még ha nagyon sok is bizonyos skálán, de az ősz problémához képest nulla, ezért azt gondoltam, hogy az egésznek semmi értelme. És ez egy nagyon rossz érzés, hiszen miért áldozod fel a szabadidődet, a családodat, miért vagy 7500 kilométerre, ha semmi értelme, mert ha van értelme, akkor ugye a család is beállt mögém, együtt írjuk a könyveket, mindenki önkéntes, Anna, mindenki. De hogyha nincs semmi értelme, akkor igazából... Az... De igazából ez az ördögnek a becsapása. Há, persze. És ugye akkor az a paptestvérek raktak rendbe, ők először is mondták, hogy ők 50 éve így élnek. Tehát nekik ez nem szokatlan, hogy mi lesz holnap, tehát legrosszabb esetben mi átfírok lesznek, mennek a mennybe, tehát mi lehet rosszabb, ez a legjobb hír. De így félretéve a nevetés, meg a viccet, valóban nem szabad ebbe a kísértésbe belesni, mert tönkre mész, meghalsz. Tehát egyszerűen nem tudod túlélni a napot, és akkor utána teljesen összedől az egész. Nem szabad körülnézni, ez a titok. Tehát te nézz körül, akkor összeemlékszel, de akkor látod a domlik csak fölfele, hát, vagy a célra. Szemre, ami annak, akinek adtál is, és annak az öröme, annak az egy szempárnak nézsz a szemében. Ne nézz körül. Ne nézz az 501-et, akinek nem jutott is. Egyébként figyelj, láttam az 5000-et is, akinek nem jutott is. Nem nehéz, nem nagyon durva. De ne nézd meg. Mert akkor összetörsz, mert akkor ő azt fogja jelképezni, hogy semmi értelme. Hanem annak a szemét nézd, aki kapott, mert akkor van értelme. Hát figyelj, ezt így nagyon könnyű elmondani itt a Pax TV-be, és drót nehéz volt, és nem is sikerült. És egyébként én megmondom mindig őszintén, hogy azért is nevezem a testvéreimnek, nem csak azért, mert ők a testőreim szó szerint, hanem nélkülük most ez a misszió összetört volna. Mert ők raktak rendbe valahogy, vagy kalapáltak össze. Érsek atya is, ugye, amikor ott voltam most húsvétkor, kaptak azok a rabok egy marhát, mert mindig ugye levágunk egy marhát. Akkora öröm volt, akkora táncos mulatság, hogy azokba kell kapaszkodni, hogy most 1000 embert megetettél, és most arról mesélnek, hogy van remény. Nem csak azért, mert végre ettek marhát, hanem azért, mert végre egyszer valaki gondolt rájuk, aki messze van, 7500 km-re, annak ellenére, hogy mit tudom én, is van háború, mégis volt egy, mint egy Isten küldötte, tehát ők keresztények tudják, hogy nem jövök az Isten, de azt tudják, hogy jövök az Isten küldötte, mert tőle gondoltak. Megjelent a helyi újságokban, hogy az Afrika, vagy az doktor Réka ott levágott, vagy mindegy, hozott egy marhát. Ez egy esemény volt. Óriási, és ez egy szimbólum, érted? Tehát, hogy oké, hogy egy marhától nem fog megváltozni a világ sorsa, de ha az kap egy reményt, akkor abból lehet építkezni. Ezt próbáltak az atyák végig tunkolni belém, és így valahogy, hát
valahogy végig csináltam. Sikerült. De tényleg nagyon mélyre mentem, és ezt nem szabad. Közben még a férjednek volt térdműtéte, ha jól tudom. Igen. És akkor a lányod meg ballagolt. Tehát az itthoni események is zajlottak. Ez a kettő, Réka, hogy az tudod volt, balanszírozni a dolgokat? A tervezett műtét az már 2 éve várt. Uh-huh. Tehát szegény ugye nem tudták megoperálni a térprotézisét a férjemnek, mert jött a Covid. Uh-huh. És a legutolsó időpont ki volt mondva, hogy február 23, ezért jöttem haza februárba, tehát ez egy tervezett dolog volt. Uh-huh. És ezért, amikor már tudtam, hogy tud vezetni a Sanyi, akkora vettem vissza meg a jegyemet igazából. Tehát ez a része rendben volt, tehát akkor már tudtam, hogy tud vezetni, tudtam, hogy már tud, jön a gyógytornász, és akkor már nem kell igazán nekem bevásárolni. Az Anna ballagása meg mondta, hogy anya, annyira unalmas lesz, 4 órán keresztül nem szok semmit, nyugodtan menj, nagyon édes vagy. Mert én néztem a képeket, és nem láttalak. Hát nem. És akkor kérdezem, hogy pont volt áram meg net, és akkor írtam a Kingának, írtam a unokatesóknak, anyáméknak, a férjemnek, hogy kapcsoljátok már be a kamerát a Messengerre, legalább egy kicsit szimbolikusan nézd vegyek. Uh-huh. És akkor visszajöttek, figyelj, tök unalmas. Mondom, kész, na, de azért utólag megünnepeltük. Tehát azért jó fej a családom, mert most mondhatnak volna, hogy figyelj, életed koncertje, lemaradtál, így jártál, bye-bye, de nem. Úgyhogy ők is misszionáriusok. Igen, ez biztos, veled együtt, még ha itthonról is, de mindannyian támogatnak. Most akarnak jönni megint novemberben. Novemberben szokott lenni mindig a nagy misszió, amikor csapattal megyünk, csak most az halasztódott el januárra, mert ugye az Afrika 2-ben és az Annának a fotói vannak, a Sanyinak az írásai, tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy megszülessen az Afrika 3 könyv, rájöttünk, hogy muszáj kimenni, mert az a valami, azt én hiába mesélem el, ahhoz megint bele kell nekik rázódniuk, és akkor kell egy új friss élmény. Ez a friss emléke, vagy élmények, és amik igazából utána emlékek lesznek, igen. Miből táplálkozhatunk. Tehát akkor a remény az nem múlt el a szívedben. Figyelj, az a helyzet, hogy mikor már jössz haza, akkor már azon tervezed, hogy hogyan mész vissza, és mikor van egy szabadság, hogy lesz helyettesed, tehát már sakkozol, ez már ilyen függőség, tehát ez már egy missziós, nem kipipált, ahogy volt, hanem már azon gondolkodik, hogy hogyan mész vissza. Most nekem a legnagyobb kihívás az adománygyűjtés, mert igazából hiába van egy repülőjegyet, ha nincs adományod. Tehát jelen pillanatban azért valljuk be, a háború minket is nagyon sújt. Uh-huh. Még egy gazdag ember is fél, hogy mi lesz, vagy inkább most meglátja, vagy segít az ukránoknak, vagy a menekülteknek, vagy egyéb. Ami érthető. Tehát most jelen pillanatban a legnagyobb kihívás az, hogy noha ők még nagyobb bajban vannak bizonyos szempontból, mint mi, meg ott tényleg szó szerint vett, hogy éhes vagy, nem az, hogy úrra dága, hanem, hogy úristen, most eszek, vagy tanulok, uh-huh. vagy kijár a gyerekem az általánost, vagy ma eszünk, szóval, hogy most ez a vagy, ez nagyon-nagyon sok millió embert érint a világon, és ennek ellenére azért most nekünk nem az embereknek nem Afrika a legfontosabb. Uh-huh. És ez teljesen rendben van. Én is minden szerdán szoktam a menekülteknek ingyenes orvosi ellátást adni a Caritáson keresztül, mert most tényleg ide is kell az erő. Uh-huh. És ezzel rendben is vagyunk. De ezért lassabban mennek az adománygyűjtések, így aztán akkor tudok mindig visszamenni, akkor van elég annyi pénzem, hogy azért számolt ki, én napi 200 beteget ellátok, nem azért, mert ez a kedvem, hanem azért, mert eddig is le tudtam redukálni, mert ha ott van 1000 ember, akkor nehéz azt mondani a 201-nek, hogy bocsi, te már lemaradtál, bye-bye. Na mindegy, a 200-at viszont nem bírom túl teljesíteni, mert összetörök, meg hát elfáradok. Igen. Meg hát este lesz. Meg hát akkor jönnek a kicsit szúnyogok. Kicsit aludni kell, és a szúnyogok is. Egyáltalán. Na, tehát ott vannak ezek, és ha csak mindenkinek, csak a legesleg basic, tehát ilyen $10 kezelést adsz, számolt ki, hogy ha én mondjuk 200 beteget ellátok egy nap, és csak a legesleg alapvetőbb $10 kezelést adom neki, attól függően, hogy tifusza van, maláriája, mindkettő van, még magas vérnyomása is, de nagyon-nagyon basic cuccot, akkor ugye az 200 betegnél $2000 naponta. Az már $10,000 egy hétre, mondjuk ha 5 napot dolgozol, és akkor azt már 2 hétre $20,000. Tehát ezek azért kemény számok, mert ahhoz, hogy most fizess egy ösztöndíjat, kiküldöd a pénzt. De ahhoz, hogy te tényleg, ami valóban én vagyok az orvos, aki kezel,
ott vagyok egyedül igazából, mint fontos személy, aki ott van. De most, ha nem orvoskodok, mert nincs pénz, akkor minek is vagyok kint tulajdonképpen. Tehát az az igazság, hogy ez viszont itthon van a legnagyobb része az adománygyűjtésnek. Előadások, könyvelárusítások, Facebook, tévéműsor, akármi. És hát ugye most már olyan az életem, mint mégis az Albert Schweitzer, és aki nem vagyok világhírű orgonaművész, úgyhogy az Afrika könyveket, meg az előadásokat használjuk, de a visszamenetelen mindig ettől függ, hogy igazából hogy jön össze az adomány. Reméljük, hogy összejönnek ezek az adományok, és vissza tudsz menni, és a családod is, és Réka, szükség van arra, hogy te végképp ne veszítsd el a reményt, mert ha te nem veszíted el a reményt, akkor mi hozzá tudunk adni, hiszem, hogy az imáinkkal is, de az adományainkkal is. Úgyhogy én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, a lényeget talán elmondtuk a kedves nézőknek, és hát hiszem, hogy a Jóisten meg letekint azokra az emberekre, akikért te a szívedet, az életedet már odaadtad, és a családod is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és most reméljük, hogy hamarabb jössz. Köszönöm szépen, én is. Sziasztok! Köszönöm én is a kedves nézőknek, hogy velünk voltak, úgyhogy hiszem, hogy az Isten megindította a szívüket, hogy imádkozzanak, és adományaikkal támogassák ezt a missziót. Isten áldja önöket, viszontlátásra!